Szép jó napot kívánunk! Igazából nagyon régen volt bejelentkezős videó, lassan most már másfél hónapja. Ez most, hogy sok vagy kevés, ezt mindenki eldönti magában. Van egy-két dolog, és amikor így összejön a fejembe, akkor szoktam ilyen összefoglaló dolgokat csinálgatni, meg amikor irgalmatlan hosszan kell relatíve egyenesen mennem vagy arra szógatnom. Nagyjából ennyi az előnye. Mégsem unatkozom. Amiről szerettem volna beszámolni, vagy így beszélgetni, az az, hogy eltelt az augusztus, hát kezdődik a szeptember, itt van az ősz, jönnek a levelek, meg a hullás levelek. És ez az augusztus vége faniból jön szempontból relatíve laza lett, mert hát úgy nem sok minden történt. Persze volt így is, úgy is, meg mi egy, meg az, meg ilyenek, de tehát az 1000 MK3 projekt után így nagy csend. A nagy csend az azt jelenti igazából, hogy vannak olyan időszakok, amikor direkt nem keresem azt, hogy hol tudnék segíteni, vagy hol kaphatnék még egy esetleg egy megbízást, vagy veszek magamnak használt cuccot, vagy ilyesmi. És teljesen másra fókuszáltam. Minden barátomat hétvégente körbejártam, mert ugye karantén időszakban nem volt erre egy nagyon lehetőség. Meg most szakítottam rá igazából időt. Pihengettem is, tehát nem kötelezően erről szól az élet. Így, hogy prioritások, egész év során relatíve hosszan mindig ez volt az első, úgyhogy most egy kicsit másra is fókuszáltunk. Meg hát a cég, tehát cégnél céges dolgok is azért így beindultak, járunk irodába is most már, tehát teljesen más. Bekerült megint ez az ingázás, ez a varázslatos ingázás a munkahelyedre. Ez ilyen. Úgyhogy szeptemberben van egy-két olyan dolog, amit most már a régmúltból hurcolok magammal. Most kaptam megint egy ilyen hifit, ilyen mini hifit, ilyesmit, ezeket akarom. Tehát most nagyon-nagyon divers, azt látom, hogy tök sok egyéb lehetőség is volt. Akkor ilyen autós dolgok, akkor autóhifi van még, ami jön. Attól függ. Kicsit ilyen go with the flow volt így az elmúlt időszak. Tehát, hogy így most ez jött, akkor az, akkor ebbe viszel. Tehát el fognak fogyni a CD lejátszók, én ezzel tisztában vagyok, tehát egy olyan szakmában még inkább elmélyíteni a tudásodat, ami alapvetően egy kihaló félben lévő dolog, ez hát nehéz. De ettől függetlenül ezt szerettem, ebbe voltam ügyes. És ilyen kontroller, meg ez, meg az, meg 23. aktív mailáda, nem vonz. Tehát az egész fánis dolognak pont egy barátommal beszélgettem, hogy mi volt ennek az indítatása, pont az volt a lényege, hogy olyan dolgokkal foglalkozzak, ami nem kötelességtudatból jön, hanem az, amit tényleg így visz magával, meg szeretem. És ha egy olyan készüléket írnak, hogy mit tudom én, Omnitronic, DJS, vagy nem tudom mi volt az a borzalom, 1100-ason van, és azon kellene valamit csinálni, én azt nem szívesen, mert nem jön az a késztetés bennem, hogy én már pedig ezt szeretném, mert nem szeretném. És egész addig tudok, én úgy gondolom, funny lenni, ameddig nem kötelességből csinálgatom ezt, és ez megmarad hobbi szinten. Ez ilyen. Úgyhogy ha ezt elfogadjátok, elfogadjátok, ha nem, sorry, de ez tényleg így működik. Én legalábbis ezt így szeretném, és ebbe ezt tartani fogom magamat. Úgyhogy lehet, hogy ez is az oka, hogy az elmúlt időszakban nem volt olyan megkeresés, akkor lehet, hogy nem is fogok csinálni semmit. Ez ilyen. A műhelyt ugye átrendeztem, tehát azért sok minden volt, meg lakásba felújítgattam, tehát futnak azért emellett a projektek is, és hát egy ember van, ezt kell ugye elosztani az a világ összes dolgára. A magánélet is fejlődik, úgyhogy ott sincs panasz, alakulunk, majd meglátjuk. Egy dolog van még a fejemben, hogyha lesz egy olyan készülék, amit alapvetően jól ismerek, előtörténet. Az előtörténet ennek az, hogy szerintem már van egy-kettő készülékről, nem is egy-kettőről, relatíve sok készülékről van olyan videó, ami releváns. A régiekre nem mindegyikre vagyok büszke, de az akkor úgy ment. Ez is hozzám tartozik, a fejlődésnek ez az íve. Hát most az elejéről néztek videókat, akkor az olyan is lesz. A végéről meg viszont úgy érzem, hogy már 23-ra nem fogok szétszedni egy, mit tudom én, egy 200-ast, mert arról a csomó videó, meg mit tudom én, nem érzem létjogosultságát. Viszont van egy dolog a fejemben, most angol cégnél vagyok, és az angol egész jól feljött. Megpróbálok majd csinálni egy
lehet, hogy már van egy ismert videó, de egy elejétől a végéig, hogy how would I do, vagy hogy csinálom én, vagy hogy képzelem én el azt, hogyha felújítok egy dolgot. Ha csak nem jönnek belém egy elektromos autó, valami jogról próbált megelőzni, semmi baj. Tehát szeretnék igazából egy angol nyelvű videót készíteni, mondjuk így az elejétől a végéig, tehát hogy kitakarítok egy gépet esetleg, vagy hogyan érkezik, ennyi. Semmi olyan extra kihívás nincsen benne, bizonyára az angol nyelvben nem leszek olyan profi, majd meglátjuk, hogy ez hogy alakul, viszont azt tudna valami kis újdonságot meg varást hozni ebbe az egészbe, meg nekem is egy új kihívás, és lehet, hogy találnék benne ismét motivációt, hogy csináljak mondjuk egy 200-asról egy videót, ha úgy alakul. De ez attól függ, hogy mondjuk mint a októberben jön egy olyan készülék, amiről el tudok beszélgetni így, akkor októberben lesz. Tudom én. Van egy csomó ilyen how to change a tuck switch, és akkor van ezzel tele az internet, de jó, de fán is nincs, tehát hogy akkor lehetne. Milyen kemény tekes autó, sose láttam még berácsozott katonai tekes járművet. Kemény. Úgyhogy igazából elfogadok még olyan ötletet is, ami nem volt, vagy amivel régen találkoztatok, és azt mondjátok, hogy szívesen látnátok róla tartalmat. Régen voltam úgy bemutató is, várom például azt, hogy egy új termék bemutató. Várom például azt is, hogy a Denonnak jöjjenek az új termékeim, azokra nagyon szívesen csinálnék videót, sőt, igazából onnan indul az egész, hogy nagyon szívesen megismerném én. Úgyhogy ez még azért mozgatja a fantáziámat, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Jók azok a gépek, 6000-es, 6000-6000M. Hát, pákoikkal majd összebeszélek, amikor lesz már kiállított darab, akkor bizonyára én is meg tudom tapogatni egy-két órára, aztán utána valami olyan videót, ami összefoglaló, de mégis nem biztos, hogy ilyen végtelen részletességében. Meg egy-két óra alatt nem is lehet úgy megismerni egy terméket szerintem, hogy részletesen beszámolj róla. Tehát tényleg ezek mögött, a vidik mögött azért jellemzően van felkészülés. Valamelyik tök random jön, vagy már egy ismert termékről, de amikor újat mutatok be, szeretem, úgyhogy nem az, hogy kidobozolom és én már osztom az is, hogy hát már pedig ez így van. Tehát akkor nem legitim, akkor nem hiteles, szerintem. Aztán ennyi. Ja. Na, úgyhogy ott tartottam, hogyha valakinek van még ötlete, hogy mi az, amiről szívesen látna posztot, vagy információt, vagy ilyesmi, akkor szóljatok nyugodtan. Igazából ennyit szerettem volna elmondani. Aztán vágunk bele az őszbe, meglátjuk ez a koronás dolog, hova fog elfejlődni. Érdekel az is amúgy sokotok írt, hogy mi történt, hogy miért mentetek, vagy hogyan alakult a vállalkozás az esküvőkkel, hogy mi a helyzet. Úgyhogy erről is kaptam egész jó kis információkat, nagyon sok sikert meg kitartást kívánok nektek a továbbiakban is, de fel kell valószínűleg készülni, egy hasonló szituáció is előfordulhat, mint ami tavasszal volt. Nehéz erre bármit mondani, meg ezt nem is az én tisztem megítélni, csak annyi, hogy erre én is felhívom a figyelmeteket, hogy előfordulhat, hogy hasonló szituáció fog előfordulni. És ez szó ismétlés volt. Úgyhogy itt fejezném be a videót, és a tekes autót követem még egy-két kilométerig, remélem nem velem van célja, majd kiderül. Na, minden jót, sziasztok!